80 éve 1943. január 12-én a Vörös Hadsereg jelentős számbeli és technikai túlerőben lévő magasabb egységei az Uribi hídfőből kitörve elsőprő erejű támadást indítottak a II. Magyar Hadsereg létszámban és felszerelésben sokkal gyengébb alakulatai ellen. Az Uribi áttöréssel vette kezdetét, az a II. Magyar Hadsereg pusztulásával végződött kegyetlenül véres ütközet, ami mind a mai napig a donkanyari tragédiaként él a magyar történelmi emlékezetben. A II. Magyar Hadsereg pusztulása a magyar történelem legsúlyosabb katonai veresége. A 207.500 fős személyi állomány csaknem kétharmada, 143.000 fő került a veszteség listára. A Donkanyar az 1526-os mohácsi tragédiához hasonlítható katasztrófa. A karcagi áldozatokra az érintett családok utódjaival közösen emlékezett a városvezetés. Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia és Gyurcsák János alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző, valamint Huba Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrász, Emeritus Jász-Kun főkapitány, az intézmények vezetői a református nagy templomban. Igét hirdetett és a 80 évvel ezelőtti eseményeket felidézte nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Az első érzésünk a 73. Zsoltár elejéhez köt. A vereség és a veszteség nagysága felzaklatja a szívünket. Értetlenül az a hatalmas áldozat, amit a mi magyar hőseink és őseink vállaltak. És értelmezhetetlen számunkra, hogy győzhetett a gonosz. Hogy? Hogy diadalmaskodhatott az erő és az a gondolat, ami Isten és ember ellen való volt? Hogy? Néhány nap alatt. 30 000 eltűnnek, vagy éppen fogságba kerülnek. Sok ezren testileg, lelkileg sebesültként kerülnek ki a Donkanyarból. Nagy nehezen hazajutnak. És amikor hazakerülnek, később meghurcolják őket, meg megbélyegzik. Micsoda igazságtalanság? Hát van igazság, testvér? Van igazság ezen a földön? Ugye, hogy a 73. Zsoltárnak a gondolatvilága elkezd szépen beszüremkedni a lelkünkbe, már megint vesztettünk. Bezzeg mások, hadd ne mutassak kelet felé. Azok mindig jó helyre állnak. Bezzeg mi? Hát megéri. Hát megéri. Lenni. Megéri nekünk keresztényeknek lenni. Megéri nekünk hűségeseknek lenni. Olyan sok nép van, ami... És mégis ott vannak fönt, mindenki őket dicséri. Hát megérte? Meg. Meg, testvérek. Megéri hűségesnek lenni. Megéri az ősi jussért. Megéri küzdeni azokért az elvekért, amelyek megtartják és építik a nemzetet. Megéri. Még ha időről időre csatát is vesztünk. Megéri. Megéri. Ha 500-szor kell küzdeni, akkor is megéri. Mit gondolsz? Ha annak idején megkérdezte volna valaki, ide figyelj, te magyar ember, vagy a kincses Kolozsvárért, a
a gazdag bácskáért és az ottani magyarokért küzdeni, vagy pedig engedd őket, mondjál le róluk, szerintetek mit mondtak volna? Keresztúri Dezsőt idézem. Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek, elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld, szívetek őrizzen, milliók, eleven milliókat. Áldozatunk nem a gazdjog címe, jóra parancs. Igen, nagyon jól tudták. Tisztában voltak vele, annak ellenére, hogy gyenge Dávidok voltak hatalmas Góliátok között, ami magyar őseink és hőseink, hogy a küzdelmet. Tisztában voltak vele. Az Isten tiszteletet követően mécsesek gyújtásával a Kumpiéta emlékműnél tisztelettek az emlékezők a hősök előtt.